Egy lakóház építése, tereprendezése közben különös leletek kerültek elő a földből Siklós Mária gyűjttelepülésen. A tulajdonosok ezt azonnal jelentették a Janus Pannonius Múzeumnak. Az intézmény munkatársai kiszálltak a terepre ezen a héten, ahol megállapították, hogy a leletanyag régészeti szempontból valóban igen értékes. A múzeum ekkor leletmentő ásatást indított Talabér Ildikó régész vezetésével, amely jelenleg is tart. Ezeket a fényképeket a múzeum dolgozói készítették a helyszínen, ahol mamutcsontokat találtak. A mamutcsontok azért érdekesek, mert a Magyar Természettudományi Múzeumból érkező Katona Lajos Tamás elmesélte nekünk, hogy valójában az eredeti löszben kerültek elő ezek a mamut csontok, és valószínűleg ezeket ide felhalmozhatták, és ez a ritka, hogy ilyen környezetből kerülnek elő, inkább kavicsbányából szoktak ezek előfordulni. A környéken továbbá egy későbbi megtelepedés nyomaira is rábukkantak a régészek. Itt meg folyik az ásatás. Jelenleg azt mondhatom, hogy ugye kerülnek elő kerámiák, akár kisebb állatcsontok is, illetve hamus rétegeket tudtunk megfigyelni, úgyhogy a későbbiekben tudunk erről mondani, hogy milyen korszakra datálhatjuk őket. Bár házhelyek nem kerültek elő, de a fellelt gödrök kerámia töredékeket, illetve hamus égett rétegeket rejtettek. A megtelepedés korára mindebből csak következtetni lehet, annak pontosabb meghatározása a későbbiekben történik meg. Az előkerült mamutleletek a Janus Pannonius Múzeumba kerülnek, ahol tudományos feldolgozásuk megkezdődik.